Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm az EVTN katolikus televízió kedves nézőit. Március 11-e hétfő van, és az evangéliumot Szent János evangéliumából veszük a negyedik fejezet, 43. versétől az 54-ig. Egy alkalommal Jézus Szamáriából Galileába ment. Jól lehet, maga mondta, hogy a prófétának nincs becsülete saját hazájában, mégis, midőn Galileába érkezett, az ottaniak szívesen fogadták. Látták ugyanis mindazt, amit Jézus az ünnepek alkalmából Jeruzsálemben cselekedett, mert ők is ott voltak az ünnepeken. Így jutott el Jézus újra a galileai kánába, ahol a vizet borrá változtatta. Élt Kafarnamban egy királyi tisztviselő, akinek a fia megbetegedett. Amikor meghallotta Jézus Júdeából Galileába érkezett, elment hozzá és kérte, jöjjön és gyógyítsa meg a fiát. A gyermek már halálán volt. Jézus azt mondta, „Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. A király tisztviselő azonban így szólt, uram, jöjj, mielőtt meghalna a fiam. Jézus erre azt felelte: Menj csak, fiad, él! Hitt az ember Jézus szavának, és elment. Még útban volt hazafelé, amikor eléje futottak szolgái, és kijelentették, hogy a fia él. Megkérdezte tőlük, melyik órában lett jobban. Ezt mondták, tegnap déltájban hagyta el a láz. Az apa visszaemlékezett, hogy abban az órában mondta neki: Jézus, fiad, él! erre hit ő maga, és vele egész háza népe. Ez volt Jézus második csodája, amelyet Júdeából Galileába jövet művelt az ünnepek után. Ezek az evangélium igényi. Áldunk téged, Krisztus! Még mindig szívesen emlékezem arra, hogy nem régiben jártam Pió atya városkájában, és a múzeumban, ahogyan alaposan fontolóra vettük a képeket, le is fordítottuk őket aztán magyarra, hogy a legkülönfélebb emberek találkoznak az Úr Jézussal, és szélesen mosolyognak, nagyon kedves a kapcsolatuk. Ezeknek az embereknek egyáltalán nem volt könnyű a korábbi élete a maguk hatalmában, összeköttetéseiben, sikereiben éltek, nagyon sok bűnnel, amit nem tartottak olyan tragikus dolognak, éltek, mint általában a többiek, akiknek is szintén ugyanolyan bűneik voltak, nem nagyon vetettek erre ügyet. Mégis volt bennük valamiféle nyugtalanság, ami miatt akartak találkozni Pió atyával. és ez a találkozás mindannyiuk számára egyenként egy jelentős megújulás jelentett, hátraarcott olyan dolgoknak, amikkel addig megvoltak, különösebb lelkiismeret furdalás nélkül, és az új életüket mások javára rendkívül gazdagon és értékesen tudták tölteni. És ez mutatja meg a számunkra azt, hogy a megtérésben az Úristen sokkal gazdagabbat tud belőlünk előhozni mások javára, és mi magunk is sokkal értékesebben éljük meg azt az életet, amiről azt mondjuk, hogy becsület, jóság, igazság. Szemben mindazzal, ami szexuális visszaélés, hatalommal való visszaélés, lopás, olyan sokféle dolog, amiben az emberek a karrierükhöz tartozó dolognak tartják ezeket az ügyeskedő megoldásokat. Az egyikük, Benyaminó G. híres operaénekes, aki elmegy a pió atyához, és pió atya azt mondja neki, hogy, hogy szép fehér az inged, de a lelked az koszos. Tarts bűnbánatot, és, és térj meg. És annyira szíven találja ezt a híres operőénekest, G.I.-t, ez az egyszerű mondat, hogy ott mindjárt le is térdel, és kéri a, a bűneire a föloldozást, megkapja, és attól kezdve lelki gyermekévé válik Pio atyának, és a maga nagyszerű szerepléseiben nem csak a hangja értékeit hozza elő, hanem a megújult és megváltozott szívnek azt a fajta kifejezését, amik éppen mégiscsak másképp cseng ugyanaz az ének. És a kapcsolatok sokkal értékesebbek a munkatársakkal és a közönséggel vagy ott van egy szabad külműves, aki elmegy a, a pióatyához, és a piacja elmondja neki a tékozó fű története példabeszédét, és ez az ember érzi, hogy ez a történet őt is megszemélyesíti, és ő is bűnbánatot tart, utána ott hagyja, az addigi karrierét és beosztását, és attól kezdve egy egészen új és másik társadalmi foglalkozást vállal el, sokkal többek javára. Igazságban, szeretetben a társadalom széles rétegei számára igaz módon kamatoztatva. Amikor tehát ez az ember itt idejön, hogy a fia halálán van, és az Úr Jézus meggyógyítja ezt a fiút, akkor ebben az emberben ugyancsak fölvel, fölmerül az, hogy nem csak a fiát kapta vissza élve, ami egy édesapának a, a legfontosabb dolog az életében, hogy a fia újra él, hanem Ezáltal az Úr Jézus a maga prófétai helyét kapja meg az ő tekintetében, ettől kezdve Imádja az Úr Jézust, mint Istent, ki is jár neki, hiszen ő Isten. Ettől kezdve nyilván a, a fia is a hitnek a megfelelő útját járja, mint aki egy fölismert értéket követ, mint akinek a további élete egy isteni segítséggel kísért öröm. Ahol a szeretet, az igazság örömteli feladatot jelent, a többieknek az értékelését és a szolgálatát. Nagy vagyunk, és a nagybőjt meg akar bennünket menteni attól, hogy kukackoskodással, vagy bőjtölgetéssel, vagy imádkozgatással töltsük az időnket egy rövid negyven napig, aztán utána újra repül múzsám toty, visszaesünk a régi hibáinkba és a bűneinkbe. Fordítva, az Úr Jézus meghív bennünket arra, hogy a bőjt azt jelenti, hogy az élő Isten szeretete és igazsága a szívünkben lakik. Hogy ünnepelni a szívünkben a Jóistent, ez új és új gyakorlás kérdése. Újra meg kell fogalmaznom azt, hogy mit jelentő a számomra valaki nagyon sokat kínlódott évekig, nagy lelki szárazságai voltak, és, és, nagyon szeretett volna a sikeres emberek közé tartozni. És egy alkalommal, amikor komolyan imádkozott, akkor az volt az élménye, mintha az Úr Jézus előtte volna, így visszatekintve is hívja őt, hogy, hogy gyere. És ebben a pillanatban rádöbbent arra, hogy az idáig éppen a hála és a bizalom hiányzott az életében az Úr Jézus iránt. Minden este próbáljuk újra előről kezdeni átélt érzelemmel és átgondolt megfontolással az, hogy Jézus, te utánam nyúlsz, te Tartod kezem, kezem, kezedet felém, te bátorítasz engem, ezért én most úgy végzem az imámat, hódolattal, hogy az téged megillet. Hogy az egész életem valóban hozzá tartozik, hogy tényleg őszinte életet akarok enni, hogy a szeretetben és az igazságban igazán a tiéd akarok lenni, és igazán a többieké akarok lenni és ennek a begyakorlása által megmenekülünk mindattól, ami képmutatás lenne, elvárás mások felé, vagy, vagy magam felé, és helyébe költözik egy olyan valóságos, megélt béke és öröm, ami az élő Isten jelenléte. Dicsértessük Jézus Krisztus!